fognak önöknek válaszolni, és nyilván önök is tudják, hiszen megpróbáltak már az ilyen emberekkel beszélni. Ugye miket fognak beszélni, miket fognak majd mondani, a következőket fogják mondani. Az egyik az, hogy először is hagyjatok engem a politikával, hagyjatok engem a pártokkal, én nem hiszek ebben az egészben, mindegyik lop, ugye? Mindegyik átver minket, ugye ezt mondják. És ezt is elmondtam az előbb, hogy igazuk van. Én megértem őket, hogy nem akarnak pártokkal foglalkozni, nem akarnak politikusokkal foglalkozni, teljesen megértem őket, minden okuk megvan arra, hogy ezt mondják, én is ezt mondanám. Viszont olyan helyzetben vagyunk, egy olyan világban, és olyan gyorsan változik körülöttük a világ, hogy nem engedhetik meg ezt a fényűzést, hogy ők azt mondják, hogy elfordulnak a politikától, és két év múlva nem mennek el szavazni. Bennem semmiféle görcs nincsen azzal kapcsolatban, hogy mi lesz itt harmadikán. Még csak nem is izgulok. Várom, egyrészt kicsit elfáradtam, így a végére gondolom ti is, de nem elsősorban erről van szó, hanem és nem is az én életemről, hogy most hogy alakul az én életem, nyilván az ásotthalmiak is szóljanak, hogy most mi lesz, egészség. Hanem egyszerűen azt szeretném látni, hogy Magyarországon milyen típusú küzdelemre kell berendezkednünk. Mert hogy be kell rendezkednünk, az biztos. De egészen más, ha mondjuk a Mi Hazánk mozgalom csak ott van a parlamentben már, és egészen más, hogyha nem jutunk be a parlamentbe, akkor másban kell gondolkodnunk. Tehát nem ér véget a küzdelmünk, csak akkor másban kell gondolkodni. Én valószínűleg egy ásotthalmi rezervátumot fogok akkor javasolni, hogy akkor vonuljunk oda, és kezdjük el ott megvalósítani a híradat programot. De az biztos, hogy valami másban kell akkor gondolkodnunk, mint hogyha bekerülünk a parlamentben. Ebből a szempontból értek el a választások kimenetele, de nem én miattam kell elmenniük szavazni. Tehát ha én rám gondolnak, ha valaki Erzsike talán kedvel engem, jövőző ismerik egymást, ha engem szeret, akkor ne szavazzon a Mi Hazánkra. Mert velem ki fog szúrni. Tehát én nem akarok Budapestre költözni, én szeretném végre látni a napfelkeltét, a virradatot a tanyámon. Ugye most már nagyon régóta nem látom sötétbe, elindulok, sötétbe érek haza. Nem az én életemről van szó, nekem mindenem megvan. Én szolgálati autót kapok, mint polgármester, telefonom van, három gyönyörű gyermekem van ott ásotthalmon, szeretnek az ásotthalmi emberek most már ennyi küzdelem után, pedig ott is komoly ellenzékem volt, de most már az ellenzékem hangadója az alpolgármesterem. Tehát most arra elcsitultak a viták, és mindenki egy irányba a polgármesterségemmel egy irányba dolgozik ásotthalmon. Nekem nagyon jó életem lenne ott ásotthalmon. Nem róla van szó. Akkor szavazzanak önök, és Erzsike is a Mi Hazánk mozgalomra, ha szeretne egy esélyt adni arra, hogy Magyarországon legyen valamilyen jövőnk. És ezt fogom ma elmondani, hogy miről van szó, és hogy hogyan lehet ezt a jövőt elképzelni. Tehát amikor azt mondja önöknek a szomszéd és az ismerős, hogy hát ő nem akar elmenni szavazni, akkor a következőt kell neki mondani, hát ha kinyílik a szeme. És muszáj önöknek elmondani, mert ezeket a mondataimat nem fogja közzétenni a köztévé, az RTL Klub, és még a Facebookon se tudjuk közzétenni. Tehát vagy elmondják önök, akik most itt vannak, vagy nem fognak tudni soha róla az önök szomszédok. A következőt mondják el neki, hogy kérdezzék meg tőlük, hogy érzik-e már a bőrükön a következőket. Emelkedtek-e az árak? Mondjuk az élelmiszer árak az elmúlt időszakban. Mi a helyzet az üzemanyaggal? Van-e gond az üzemanyag ellátással? Van-e gond az energiával, az energiahordozókkal? Van-e gond azzal, hogy esetleg valaki még rémálmában még mindig látja azt, hogy Müller Cecília egy gigantikus injekciós kővel be akarja oltani? Észrevette azt, hogy az elmúlt két évben sorozatosan átvernek minket. Például emlékeztessék arra, hogy itt mondott a kormány, és Merkeli professzor, ugye a kormány főszakértője, amikor azt mondta, hogy nagyon jó lesz a Covid vakcina, mert az eltünteti a koronavírust. Emlékeznek rá? Az megállítja. Megállította? Nem állította meg a koronavírust. Ezeket kérdezzék meg tőlük. És hogyha valamelyikre ezek közül igennel válaszol, már pedig muszáj, tehát nyilván, ha nem agyhalott az illető, akkor ezek közül, a kérdések közül valószínűleg mindre igennel kell válaszolnia. Igen, érzi. Érzi az inflációt, érzi az áremelkedést, érzi az élelmiszer áremelkedést, érzi az üzemanyag emelkedést, és nyilván minden magyar, mert a magyarok gondolkodó emberek. Azért ez egy nagy különbség sok más néppel
ellentétben, erről sokat tudnék mesélni, de most az időt nem akarom ezzel megint rabolni. A gondolkodó magyarok nem csak ezt fogják észrevenni, hanem egészen biztos vagyok, hogy azt is pontosan tudják, hogy azzal, hogy ez a fajta gazdasági krízis, aminek a hatásait a boltban most már minden magyar kutatásunk, az önök szomszédja, ismerőse is kell, hogy érezze, akinek esetleg még nem nyílt fel a szeme, de a gazdasági krízis mellett azért azt is tudják nyilvánvalóan, hogy a Fidesz azzal, hogy befagyasztotta a sertéscomb árát a választások napjáig, az ezt is tegyük hozzá, és néhány kis vidéki benzinkutat tönkretett, azzal valójában nem védte meg a magyar gazdaságot, és nem védte meg a magyar embereket, a magyarokat. Ezt is tudni fogja az a szomszéd, az az ismerős, akinek önöknek kell fölnyitni a szemet. És hogyha igennel válaszolnak, és azt mondják, hogy tényleg, valóban, ezeket érzem a bőrömön, na és akkor mi van? Akkor mondják el nekik azt, ugyanis itt a jelenlévőknek legalább személyenként 10-15 embert meg kell győznie. Azt akarjuk, hogy itt legyen valami esélyünk a jövőre vonatkozóan. Akkor mondják el nekik azt is, hogy képzelj el, kedves szomszéd, hogy van Magyarországon valaki, egy pártelnök, tudom kimondani szörnyű, mert akkor már elfordul a szomszéd, de mégiscsak ki kell mondani, hogy volt egy pártelnök, aki ezt megjósolta. És ugye nem kell elhinni, hogy én 2020-ban és 2021-ben erről beszéltem ilyen fórumokon, de ott van a YouTube csatornám, ott van a videó, ugye mondtam, hogy vannak bizonyítékai, én meg kell mutatni nekik, hogy 2020-ban, 2021-ben miről beszéltem egy-egy videóban. Nézze meg a szomszéd. Vagy csak mondják neki azt, hogy van egy videó, ami erre bizonyíték, hát akkor elhiszik. Mert ugye a politikusoknak nem kell semmit elhinni, de azért ott van a bizonyíték. És akkor, hogyha megérti a szomszéd, az ismerős azt, hogy hát tényleg, ugye volt egy ember, úgy hívják a Torockai László, aki ezt előre megjósolta, akkor valószínűleg föl kell tenni azt a kérdést, hogy most akkor Torockai László Nostradamus, tehát valamilyen földön túli jós tehetségem van, hogy ezt így előre elmondtam, ezeket a következményeket, az élelmiszer áremelkedés, az üzemanyagválság, az energiaválság, infláció és a többi, hogy ezt hogyan tudtuk mi ezt megjósolni, mi hazánkosok. Akkor azt kell nekik mondani, hogy nemhogy azt meg tudtam jósolni egy-két évvel ezelőtt, hogy mi lesz 2022-ben, de én azt is meg tudom jósolni, hogy mi lesz két év múlva. Most el tudom önöknek mondani. Ha a víradat programot nem valósítjuk meg, és nekem mindegy, hogy ezt melyik párt valósítja meg, én lennék a legboldogabb, ha mondjuk a Fidesz úgy, mint a kerítés ötletemet ellopná, és meg akarná valósítani, csak túl jól ismerjük a Fideszt ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy kommunikációs fogásként lopkodt tőlük ilyen ötleteket, de valójában soha nem gondolta komolyan azt, hogy ezt meg kell valósítani. De nagyon jellemző például az, hogy 3 évvel ezelőtt fordultam a magyarokhoz, kérve őket, hogy közösen alkossunk egy programot, mert ilyen még nem volt az újkori magyar demokráciák történetében. Mi azt mondtuk, hogy a Mi Hazánk mozgalom nem Finkensteinnel, nem Ron Werberrel akar programot írni, mint a balliberálisok és a Fidesz. Hanem mi abban hiszünk, és ez nem arról szól, hogy nincs pénzünk arra, hogy ilyen külső tanácsadókat megfizessünk, mert hogyha lesz, most éppen van, mert ugye megkaptuk a kampány támogatást, csak nem tudjuk elkölteni, mert ugye amiket nem engednek hirdetni, a lapterjesztők visszamondták a Fidesz utasítására, nem viszik, ugye most interneten toborzunk 2000 forintos órabérért, akinek esetleg kell egy kis plusz munka, lapterjesztőket, akik kiviszik az ingyenes újságainkat, ugye több milliót nyomunk éppen ebben a pillanatban. De megtagadták, mert ugye a Fidesz megtiltotta tavaly, csak zárójelben jegyzem ezt meg, megtiltotta ugye tavaly, hogy működik ez a kampány, miért vagyunk ennyire durván elnyomva. Ugye a Fidesz tavaly megtiltotta a Magyar Postának, ilyen nem volt az elmúlt 30 évben, tehát ez egészen extra antidemokratikus, diktatórikus rendszer, amit a Fidesz képít. Megtiltotta a Magyar Postának, hogy kivigyen politikai kiadványokat a tavalyi rendelettel, és létrehozott a Média Börsz egy céget, a Média Logot, csak azt terjeszteti az egész országban. Tehát nincs több terjesztői hálózat, aki ezt meg tudja tenni. 6 hónapja lekötött szerződésünk volt velük, és az utolsó pillanatban közölték, hogy felső utasítás, hogy a Mi Hazánk kiadványait nem lehet kivinni. És most nem viszik ki a többi ingyenes újságunkat, úgyhogy toborozzuk a YouTube csatornámon, meg az interneten a magyarokat. Jó hírem van, az első 1 óra alatt 300-an jelentkeztek, tehát hogy lesznek akik viszik.
De nyilván ez már innentől kezdve egy óriási hátrány megint nekünk, hiszen nincs kulcsunk minden lépcsőházhoz, postaládához, tehát sokkal nehezebben tudunk még így is eljutni az emberekhez az igazsággal. Na de zárójel bezárva, visszatérve a munícióhoz, amit a szomszédnak tudnak majd mondani. Szóval akkor elmondom, hogy hogyan vagyok én ilyen jós tehetség, hogyan tudom azt megjósolni, hogy mi lesz itt 2 év múlva, arra azért mondok egy egyszerű példát. 2 éven belül államcsőd lesz Magyarországon, ezt meg tudom jósolni, ha a Viradat program bizonyos elemeit nem valósítják meg. Még egyszer mondom, nem feltétlenül az a célunk, nem magunkért politizálunk, hogy a Mi Hazánk mozgalom minden áron kormányozzon. Az a célunk, hogy ez a Viradat program valósuljon meg. Csak hát tudjuk, hogy milyenek. Ugye a balliberálisok nyíltan kimondják, hogy ők nem ilyen Magyarországot akarnak, ugye ők globalista világot szolgálják. A Fidesz az pedig csak kommunikációs szinten szokott tőlünk lopkodni. 3 éve, illetve most már lassan 4 éve küzdöttem azért, hogy egy élelmiszeripari feldolgozó üzemet hozzunk létre Ásotthalmon. Soha nem akarta a kormány támogatni ezt a kérésemet. Most, 2,5 héttel a választások előtt Orbán Viktor bejelenti, hogy soha nem látott pénzügyi csomagot állítottak össze a magyar vidék, mezőgazdaság és az élelmiszeripar talpraállítására. Ugye látom, hogy bologatnak, hogy hallották önök is a hírekben. Én ezt 3 vagy 4 éve kérem a kormánytól, mint polgármester, hogy tegyen valamit. És most 2,5 héttel a választások előtt bejelentik ezt, amiből nyilvánvalóan semmi nem lesz, mert ismerjük őket. Sajnos ez pont olyan, mint a határkerítés, amiért 1,5 évig küzdöttem. Amikor kiszámolták, hogy ezzel ők választást tudnak nyerni, mert nem csak Torockai, hanem a magyarok 90%-a is akarja, tehát nem a Fidesz érdeme a kerítés, de nem is Torockai Lászlóé, legfeljebb ötletadó voltam, a magyar népé, hogy a magyar emberek 90%-a egészségesen gondolkodik. Nem úgy, mint a svédek, amikor betörnek a házába a migránsok, ki akarják az ágyából dobni, esetleg még a gyerekét a gyerekszobából, ő meg egy virágot ad nekik. Mert az nem normális viselkedés. Az a normális, hogyha betörnek a házunkba, akkor kerítést építünk a házunk köré, nem? Ez a normális gondolkodás. Na ezért állott a kerítés, hogy ezzel a Fidesz választást nyerjen. Hozzáteszem, miért is? Na ugyanígy kell komolyan venni, hogy most ugye arról beszél, hogy a mezőgazdaságot hogyan kell talpraállítani, mert sajnos a kerítés, én vagyok az egyik olyan magyar állampolgár, talán az egyetlen, aki az ablakából lát ezt a kerítés, sajnos a kerítés nem állította meg a migránsokat, jelenleg élő erősen nagyon van már a kerítés mellett, hiszen elfogtak a rendőrök, határőrséget hiába kérjük, nem állították helyre, a honvédek, meg sajnos nincs akkor a honvédségünk, hogy egyszerre legyenek az ukrán határon, meg a szerb határon, szóval azok sincsenek már a határ mellett. Úgyhogy reggel, amikor mosom a fogamat, akkor látom, ahogy az alumínium létrákon tömegesen százával jönnek be az életerős férfiak euróval a zsebükben, az új honfoglalók Európában. Úgyhogy nem működik a kerítés, ez megint csak egy kampányfogás volt Fidesz részéről. Na, körülbelül ennyire kell komolyan venni a mezőgazdaság, a vidék, az élelmiszeripar talpraállítását, amit 2 héttel a választások előtt jelent be, vagy 2,5 héttel Orbán Viktor. Ez annyira komoly, mint hogy a sertész comb árának a befagyasztásával megvédték a magyar gazdaságot. Szóval, azért fog bekövetkezni az államcsúd, és ezért nem kell nekem Nostradamusnak lenne ahhoz, hogy ezt meg tudja jósolni. De mondok 1-2 adatot. Az elmúlt 2 évben, miközben valami egészen rendkívüli dolog történik velünk, erről fogok majd még beszélni, az államadósság szintje olyan magas lett, csak ugye nem erről szól a kampány, nem az államadósság szintjéről szól a kampány, pedig ez határozza meg a jövőnket, az életünket itt Magyarországon. Nem erről szól a kampány, hanem arról, hogy Orbán Viktor diszkontvágott. Erről szól a kampány. Meg arról szól a kampány, hogy a balliberálisok melyik fórumon verték egymást össze. Mint a gyári fórumon, ahol a jobbikos képviselő jelölt és a helyi DK elnök éppen kiverte egymás fogát. Na ez a balliberális összefogás. Most ezzel szemben itt van a Mi Hazánk mozgalom, mi nem, hogy nem bántjuk egymást, hanem egy testvéri közösségben mindenki az egyéni érdekeit félretéve, hihetetlen egységben, tényleg egy csodálatos közösség a miénk, ezt nagyon-nagyon komolyan, kicsit elérzékenyülve mondom egyébként, hogy mi évek óta a legnehezebb körülmények között dolgozunk, és mégis itt nincsenek viták ebben a pártban, ebben a politikai mozgalomban. Nem úgy, mint ahogy a Fidesznél elvágná egymás torkát mondjuk
a vidéki Lázár János és a budapesti Rogán Antal, és akkor nem beszélek még a többi halálos ellentétről, ami a Fideszen belül van. Hát a balibányosok pedig mondom verik egymást, meg hát ugye 2,5 hét vagy 3 héttel a választások előtt tartanak egy programbemutatót, ahol a miniszterelnök jelöltjük Sugógépről beszél a programjukról. Na ezzel szemben itt van a Mi az Ár mozdalom. 3 évvel ezelőtt kezdtünk el dolgozni ezen a programon, amit úgy, hogy még be sem jutottunk a parlamentbe, elkezdtünk megvalósítani. Egy fillér állami támogatást nem kaptunk, és elkezdtünk nagyon nagy dolgokat létrehozni. Át is akarok ma adni egy meghívót, és mivel képes vagyok elfelejteni, ezért most rögtön mondom önöknek, annál is inkább, mert ők nagyon közel vannak Ásotthalomhoz. Tulajdonképpen a Mi az Ár mozgalom fővárosa még egyenlőre az alapítás óta. Egy meghívót akkor hagyadjak át önöknek, és mondok két példát, hogy hogyan kezdtük el megvalósítani a programot. Ez is fontos muníció, amikor a szomszéddal beszélnek. Tehát egyrészt fogunk mindenkinek adni ebből a programból, amikor tula van nálatok elé? Igen. Jó. Az lesz a kérésem, hogy senki ne távozzon úgy, hogy nem viszel ebből egyet. Mi megtiszteljük önöket azzal, hogy egy ilyet készítettünk, ellentétben a Fidesszel, aki azt mondja, hogy ő nem ír programot, folytatjuk. Ennyi pont. Nem ír programot. Vagy a balliberálisokkal, akik 3 évre választás közelek egyáltalán a programról beszélni. Mi ezt régeségen megalkottuk, méghozzá, hogy az előbb mondtam, nem úgy, hogy Ron Derber, mondjuk egy ilyen amerikai vagy izraeli állampolgársággal rendelkező kampánytanácsadó, mint Ron Derber és Finkenstein, Arthur Finkenstein írta meg, hanem én azt kértem a magyaroktól, hogy ők írják meg, és ahogy az előbb mondtam, nem pénzkérdés. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudunk megfizetni ilyen külső kampánytanácsadókat, hanem én nem hiszek abban, hogy egy amerikai, izraeli kettős állampolgárságú több 10 millió forintért dolgozó kampánytanácsadó látja azt, hogy mi van Magyarországon. Azt mi látjuk. Akik itt élünk, ebben élünk. És én azt gondolom, hogy mi vagyunk azok, akik meg tudjuk mondani, hogy hogyan tudunk ebből a kátyúból kikeveredni, ahol Magyarországot juttatták. A traktorból kiszálló gazda az, aki meg tudja mondani, hogy mi kell a magyar mezőgazdaság talpraállításához. A katedráról lelépő pedagógus az, aki meg tudja mondani, hogy milyen oktatáspolitikára van szükségünk. Én, mint polgármester, 9. éve, azt mondom, hogy talán az önkormányzatiságról tudok beszélni, ez a szakmám, ehhez értek. Így akarunk összeállítani egy programot. Na jó, meg a stilizáláshoz, az még az én munkámból. De ettől függetlenül ezt a programot úgy állítottuk össze, hogy kb. 1000 e-mailt, elektronikus levelet kellett végigolvasnunk, 1000 ötletet, 1000 javaslatot, és ezekből állt össze ez a program. Ez egészen más, mint amikor néhány fizetett szakember, mint a balliberálisoknál vagy a Fidesznél megír egy programot. Ez teljesen máshogy készül. Ez azt is jelenti, hogy ez a program ez nem teljes. Tehát amikor visznek egyet ebből haza, és elolvassák, akkor biztos vagyok benne, hogy önök, mert önök sokkal többet tudnak Magyarországról és a magyar valóságról, mint az előbb említett Finkenstein vagy Ron Derber, önök fognak találni olyat, ami nincsen még benne. Fognak találni olyan fejezetet, amit önök még jobban ki tudnának egy picit fejteni. Mondjuk abban az esetben, hogyha az a szakmány. Tehát, hogy önök közül valaki mondjuk tanár, akkor biztos, hogy azt a fejezetet még ki tudja egészíteni. Hogyha önök közül valaki esetleg házi orvos, akkor biztos, hogy az egészségügyi rész, bár azt is házi orvosok írták, még ki tudja majd nekünk egészíteni. Ha valaki önök közül gazdálkodik, akkor biztos, hogy még a mezőgazdasághoz is tud majd valamit mondani. Bár érdekes dolgok vannak egyébként a műadat programban, mert hogy azok a gazdák, akik írták például, vagy javasolták a mezőgazdasági fejezet egyes pontjait, ők például külön kiemelték, és külön foglalkozunk például a biogazdálkodással, és éppen eszembe jutott ma reggel, amikor olvasom azt a szörnyűködő és ugye pánikot keltő globalista médiát, aki hol a háborúval kapcsolatban kelti a pánikot, hol éppen azt írja, hogy vége a magyar mezőgazdaságnak, mert ugye nem lesz műtrágya sem, ugye most mekkora gondok és bajok lesznek, és pont eszembe jutottak azok a biogazdálkodók, akik mondták, hogy ők nem műtrágyáznak, ugye, tehát meg tudják ezt is oldani. Na mindegy, ezt csak úgy zárójelben teszem hozzá, hogy mindig egy picit az események előtt járunk, csak úgy eszembe jutott. No, tehát, hogy
Biztos, hogy lesz olyan, amivel ki tudják egészíteni, az a kérdés, hogy küldjék el nekünk a javaslataikat, ugyanis ez nem egy befejezett program. Ez a választási programunk, de mi nem azért hoztuk létre ezt a mozgalmat, hogy április 3-án bejussunk a parlamentbe, és akkor na végre elértük a célunkat, mert mondjuk közülünk néhányan végre megkapják a bársonyszéket. Nem ezért. Nem ez a célja a Mi Hazánk mozgalomnak. Az a célunk, hogy ezt a programot és azt a tervet, hogy Magyarországot a világ egyik legjobb helyére és legélhetőbb országává tegyük, ami a magyarok hazája marad, tegyük hozzá, ezt még meg akarjuk valósítani. Ezt pedig azt jelenti, hogy április 3-ban, ha mondjuk ott veszünk majd új politikai erőként a parlamentben, az legfeljebb a kezdett napon. Akkor kezdődik majd igazán a mi munkánk. Ez azt jelenti, hogy szükségünk lesz még további javaslatokra. Tehát lehet, és nem hogy lehet, hanem várjuk is a kiegészítéseket, az ötleteket, a javaslatokat. De akkor folytatom egy picit a munícióval. Tehát, hogyha már rácsodálkozott a szomszéd arra, hogy tényleg, hát ezek a mi hazánkosok, ezek ugye előre meggyorsolták, és tényleg ott van a torockai videó, tényleg azt mondta, hogy ez lesz az üzemanyaggal, ez lesz az élelmiszerrel, és tényleg, ugye ezek bekövetkeztek, akkor ugye jön az a kérdés, hogy jó, hát akkor mi az, amitől fél? Mert hogy jelenleg azt gondolom, hogy Magyarországon is szinte mindenki tart valamitől. Aggodalmak vannak. Tart attól, hogy mi lesz a forinttal. Tart attól, elértékel. Tart attól mondjuk, hogy mi lesz az inflációval. Tart attól, hogy mi lesz az üzemanyagával. Tart attól, hogy mondjuk ugye eltűnik nem sokára az orosz gáz, akkor majd a fűtésszámlát, például a gázzal fűt, hogyan fogja tudni majd kifizetni. Sokan tartanak attól, hogy ahogy az előbb mondtam, Müller Cecília még mindig egy gigantikus injekciós tűvel fog üldözni minket a végtelenségig. És bizony lehet, hogy valaki mondjuk már kapott két oltást, ugye minket rengeteget keresnek ilyenekkel, hiszen találjuk a koronavírus kutató központot, amit nem nekünk, hanem a kormánynak kellett volna megtennie. Rengeteg olyan magyar van, hogy kaptam egy felmérést, egy kutatási eredményt, ami szerint kb. 700 ezer és 1 millió között vannak azoknak a magyaroknak a száma, akik hosszú távú mellékhatásokkal küzdnek az oltások, a Covid oltások után. Ez ugye óriási szám. És én elfordíthatnám a fejemet mondván, hogy nekem nincs semmi bajom, mert én nem vagyok beoltva, hál' Istennek, de nekem nem mindegy, hogy mi van a magyar honfitársaimmal. És elég kemény dolog az, amikor valaki egy politikai pártot vezet, és egyébként nincs benne semmiféle szolidaritás. Nem érdekli semmilyen szinten, hogy mi van, vagy mi lesz a magyar politikásaival. Márpedig az elmúlt két évig az kizárólag arról szól, hogy a magyar politika nem hogy nem foglalkozott azzal, hogy a magyaroknak lehet-e baja a koronavírus őrület kapcsán, az oltások kapcsán, hanem kifejezetten arról szólt az elmúlt két év, hogy a magyar politika felhasználta akár a magyar emberek, a magyarok halála árán is ezt az egész cirkuszt, amit az elmúlt két évben volt, a saját politikai hasznára, és ha ezt is elmondják a szomszédnak, akkor biztos, hogy valamire egy a feltett kérdések közül azt fogja mondani, hogy igen, ezzel neki van problémája, és lehet, hogy elkezd figyelni arra, amit utána mondani fognak. Mert vagy a koronavírus, vagy az oltás, vagy a gazdasági következmények azok érintették. És arról bizony beszélünk el ebben a pillanatban, hogy mi is történik velünk, de még mielőtt azt elmondják, azért még egy fontos muníciót adja. Ha már eljutottak oda, hogy elkezd érdeklődni, és azt mondja, hogy jó, hát akkor a félelem miatt elmegy szavazni április 3-án, akkor azt is kérdezzék meg tőlük, hogy kire akarnak szavazni. Ha azt mondják, hogy a Fideszre vagy a balliberálisokra, többit már nem is említem, akkor azt kérdezzék meg tőlük, hogy hogyan bízhat abban, hogy egy olyan párt fogja megvédeni attól, amitől ő fél, amelynek a vezetője a korábbi mondatait, ideológiáját, sőt, tovább megyek, még a világ nézetéssel tudja vállalni. Hogyan bízhat abban, hogy tartani fogja a szavát? Hogy tényleg megfogja attól véder, amitől fél, legyen az infláció, legyen az injekciós tű, vagy bármi, amitől tart. Mert hogy Orbán Viktor nem tudja vállalni a korábbi Orbán Viktort.
Orbán Viktornak baromi kellemetlen a 90-es évekbeli Orbán Viktort fölidézni, amikor a liberális internacionálé alelnöke volt. Ő ezt nem tudja vállalni. Pedig nem gyermek volt, nem gyermek volt a 90-es években, sőt már miniszterelnök volt, és a liberális internacionálé alelnökeként valami egészen más képviselt, mint jelenleg. Én azt gondolom, hogy persze sok mindenki lehet, akinek fölnyílik menet közben a szeme, aki nem foglalkozott politikával. És egyszer csak, hogy fölnyílik a szeme, rácsodálkozik a világra, és azt mondja, hogy hát tényleg máshogy vannak a világ dolgai. De ez nem vonatkozik arra, aki csinálja a politikát. Ez nem vonatkozik arra, aki már miniszterelnök, és ez nem vonatkozhat egy párt elnökére. Mert egy Orbán Viktor az volt. Na de a balliberális oldalon a pártelnökök, mondjuk mint Jakab Péter, az a 3 héttel ezelőtti mondatait nem tudja vállalni, nem a 90-es években itt. Hiszen január 11-én a balliberális oldal, de Márki-Zay Péter, a miniszterelnök jelöltjük, büszkén posztolta a Facebook oldalán, ugye őket tolja az algoritmus, nem úgy, mint engem. És Márki-Zay Péter még ott posztolta január 11-én a közös nyilatkozatukat, amit minden balliberális párt aláírtált, a Jobbik, a DK, a Momentum és a többiek aláírtak, ami arról szólt, hogy fokozni kell az oltásokat, és negyedik oltás is kell. Ez volt január 11-én. Ha nem törölték azóta, nyilván kellemetlen nekik, ugye mi lementettük, de akkor önök meg tudják ezt most nézni, olvassák el. És az a Jakab Péter, aki még egy másfél hónappal ezelőtt is éppen a harmadik oltást mutogatta egy posztban, hogy gyerekek, ti is oltsátok magatokat, hogy ez milyen jó, és éppen a bicepszébe adták be a következő oltást. Hirtelen, amikor a gazdik rátelefonáltak, és azt mondták, hogy várjál már, a magyar emberek kezdenek kiábrándulni ebből az állandó vakcinálásból, akkor hirtelen azt mondta, hogy ő a kötelező oltások ellen harcol, és petíciót írt, miután már megkapta a harmadik oltást. És ezzel szemben a Mi Hazánk mozgalom abban a szerencsésebb helyzetben van, hogy a párt elnökeként nem kell miattam ilyen kellemetlen helyzetbe keverednetek, ha megkérdezik az emberek tőletek, hogy na és a ti elnökötök, ugyanis én a 26 éven minden mondatát, írását, tettét büszkén vállalom. Hiszen amikor a 90-es években 18-20 évesen a Magyar Fórum című újságírója voltam, vagy mondjuk 99-től a Magyar Rádió vasárnapi újság című műsorának voltam a szerkesztő riportere, pontosan arról beszéltem, és pontosan olyan cikkeket írtam, ami arról szólt, talán én emlékeznek rá, volt egy olyan szó, hogy rambló privatizáció a 90-es években, hogy ez mit fog okozni. Arról írtam a 90-es években, 1996-ban, 97-ben, pedig én akkor nem 30 éves politikus voltam, mint Orbán Viktorék, amikor még liberális internacionália alelnöke volt, hanem 18-20 éves gyerek voltam Szegedről, és mégis azt írtam az újságban, hogy a rabló privatizációval széthordják a magyar nemzeti vagyont, leépítik a magyar nemzetgazdaságot, tönkreteszik a magyar vidéket, és ez Magyarország végzetét fogja jelenteni. Magyarország egy kiszolgáltatott helyzetbe fog kerülni, gyakorlatilag elveszik a függetlenségét. Én erről írtam, erről beszéltem, ott van, a szó elszáll, az írás megmarad, ott van megint a bizonyíték. Hogy én miket mondtam, miket írtam. Biztos a Széchenyi Könyvtárban megvannak az akkori cikkeim. Mindegyiket tudom vállalni. Büszkén tudom vállalni. Mert az összes mai problémánk gyökere az ott van, a 90-es években, az elsikasztott rendszerváltozásnál. És azt mondják el a szomszédnak, hogy nem mehet el szavazni egy Fideszre vagy egy balliberális oldalra. Úgy, hogy az elmúlt 30 évben csak ez a két politikai erő gyakorolta a hatalmat Magyarországon. Sőt, tovább megyek, már az ellenzéki kerekasztalnál a rendszerváltozás elsikasztásánál ők ültek. És csak két politikai erő volt Magyarországon. És vagy beálltál a sorba, eladtad magad, nem tudom, néhány júdás aranyért vagy ezüstért, mint a Jobbik, vagy eltüntettek, vagy kiestél, ez várt mindenkire. Így találták be a Független Kisgazdapártot, így találták be a KDNP-t, így tűnt el sajnos a miénk, az MDF, mindenki. A balliberális oldalon ugyanez zajlik.
egy nagy mágnes az egész. Vagy fölzabálnak, eladod magad pár forintért, vagy elintéznek. 30 éve ebben él. És ha valamitől tart az előbb felsoroltakból, akár a gazdasági, akár az egészségügyi, bármilyen dologtól tart, akkor legyen azzal tisztában, hogy az elmúlt 30 évben kik gyakorolták a hatalmat, tehát kik a felelősek azért, hogy ide jutottunk. Az antali örökséget továbbvívő Fidesz, vagy a posztkommunisták örökségét továbbvívő balliberálisok. Ez a kettő van. És mind a kettőnek olyan vezetői vannak, akik nem tudják a korábbi mondataikat, írásaikat, programjukat sem, de még a világ nézetüket sem tudják vállalni. Hát említettem Jakab Pétert, említettem Orbán Viktort, Gyurcsány Ferencet már meg sem említem, aki ugye annyira a legnagyobb demokrata, hogy még a pártjuk neve is demokratikus koalíció, de valójában az egyik utolsó működtetője volt a kommunista diktatúrának. Tehát ezek az emberek semmit nem tudnak vállalni a múltjukból. És itt van a Mi Hazánk mozgalom, és mi egyenes úton haladunk. És nekem személy szerint sem kellett semmit megváltoztatnom az elmúlt 26 évben, mert nekünk volt végig igazunk. És igazam volt, amikor ezt írtam a 90-es években, hogy ide fogunk jutni. Ide jutottunk? Ide jutottunk. Nem vagyunk szuverén állam? Nem vagyunk szuverén állam. És ezt is el kell önöknek mondani, a szomszédoknak, ismerősöknek, mindenkinek. Hogy mi nem hazudtunk soha. Egy percig nem képviseltünk, én személy szerint, mint a párt elnöke, a párt politikájának meghatározója, soha nem képviseltem más, soha nem voltam liberális, soha nem voltam kommunista, soha nem szolgáltam ki a globalistákat, mindig ugyanazt mondtam. Magyar Magyarországot akarunk. Ráadásul nem telkesti értelmiséget akarok, hogy irányítsa Magyarország sorsát, mert 30 éves, hogy tovább megyek, évszázadok óta ezt határozza meg. Magyarország politikáját, ez a kör, és ezért jutottunk ide. Én látom a magyarságot itt ebben a teremben. Látom a magyarságot itt a vidékünkön látom. Legyen már egyszer egy olyan politikai erő, ami tényleg a magyar népben gyökeredzik. És nem mindenféle ilyen romkocsmákban ülő, ilyen életképtelen egyetemisták, mint a Momentumosok, meg ez a belpesti kör, ne haragudjanak, most megint egy pillanatra eltérek a